mert itt valahol a Kondolfa és a Szerémi utca között vagyunk, és itt. Hát némi simmaradvány van, de ennyi. És hát ide bemenni nem lehet, mert ez már tényleg magánterületen van. Így kerítésen keresztül, ilyen hatalmas zoommal látjuk. Sziasztok! Ja, bemutatkozom a nézőknek? Fazekas Ádám vagyok. Jó, tehát tegnap este beszéltem itt az egyik nézőmmel, aki a live-ot, ugye valamik live-omat nézted, aztán ott mondtad, hogy igen. Jó, hogy itt még tudsz vágányi maradványokat, és végül is hát, amit az előbb itt mutattam, vagy hát majd úgy fogom összevágni, hogy következő legyen, hogy az a pár méter sín az még megvan itt a Kondolfa utcánál, ott ennél a területnél, de hát ennyi. Meg az a kép, amit mutattál, hogy azt mikor fotóztad körülbelül? Hát... olyan nyár vége lehetett. Tehát olyan tavaly? Igen. Tehát tavaly nyár végén ott még voltak sínek a kerítés mellé kidobálva, tehát lehet, hogy akkor volt a terep rendezés, amikor némi meglévő vágányt onnan kiszedtek. Szerintem a volt lakodón aszfaltoztak. Ja. Valószínűleg ott az aszfaltot újították föl, és emiatt. Ugye ott az ott lévő sineket kiszedték. Aztán valószínűleg az utána elvitték valamik mély telepre. Igen. Gondolom, hogy valami azáltal sohasem egy ilyen 1000 év otthonosodó sineknek, mert nagyon más nem tudnak vele kezdeni. Hát, ja. És akkor még a BV egy állat megnézzük, mert ott, ugye ott azt mondtad, hogy még kisvasúti sinek is vannak. Igen. Jó. Amiket én nem találtam meg, mert éppen csak benéztem a BV egy állatba, de éppen zöld, amíg át is tudunk most menni. Jó. De hát akkor most megpróbáljuk megkeresni. Ja. Most van időm bőven, úgyhogy meg tudjuk nézni. Viszont ez a régi ilyen betonelemgyár, ez hatalmas területen van, úgyhogy hát lesz mit. De valószínűleg követjük a nagyvasúti iparvágányt, valahol ott lehetett. A kisvasút az valószínűleg csak egy ilyen gyáron belüli anyagmozgásra használták, vagy lehet, hogy csak egy ilyen nagy konténerdalu volt, ilyen mozgó dalu. Egyik iparvágányt a BV-a gyár vagyunk egyébként, az itt jött be. Szerintem fel is vettem az előtt videóban, de biztos most is felvesszük. Itt van ugye egy-két talpa, ami megmaradt, vagy hát ilyen betonaljak. És ez egyenesen ment tovább, viszont ez többfele is elágazott. Ja. Tehát itt, és első nem is egy vágány jött be először, hanem még ott a Szerémi út helyén is bejött egy. Igen, ott majd, ott arra felé nagyvasúti vágány is van. Na, azt hiszem megnézzük. Mert itt is volt még egy betonalj, az előbb léptem rá, úgyhogy... Itt van mit nézni. Látsz valahol még? Nem. Nem nagyon. De akkor szerintem tényleg volt itt kisvasút, mert nem biztos, hogy tényleg. Ugye, ennek kisvasút volt, lehet, hogy csak ilyen mozgódadunak a simpályája volt. De hát, hogyha találunk valamit, akkor azt majd úgyis megmutatom nektek. Ezt nézzétek. Ez keskeny nyomtál, viszont az itt egy ferde beton. Aha, és itt még a kapcsolószer is ott van. Uh-huh. És itt errefele is megy tovább. Aha. Aha, és megvan, ott is ott van a sín. Tehát itt valószínűleg volt egy kis vasút. Ebből ennyi maradt meg. Ez viszont egy kis vasúti sín. Vagy legalábbis keskeny nyomtál. Tehát, na akkor. Próbáljuk meg kielemezni, hogy mit látunk, mert itt azért elég sok minden van. Tehát itt van egy keskeny nyomtáv, de ez lehet, hogy csak ilyen terelő vagy ilyen vezetősín volt. Nem tudjuk. Ez viszont ez inkább a nagyvasúti nyomtávhoz illik. Uh-huh. És itt is. Tehát azt el tudom képzelni, hogy az egyik iparvágány az ott ilyen ezzel az íven jött be, ahogy a térkép is nagyjából jelzi. Amit a Szerémi út építésekor szedtek föl. És akkor itt esetleg lehetett egy kis vasúti átlakó. Ami a kis vasúton, vagy ott a keskeny nyomtávon vitték a területén belül az utcokat. Nagy vasút vissza, viszont akkor meg ez hogy került ide? Tehát hogy két lakodó egyszerre? De mondjuk a lakodó az lehetett, és az is igaz, hogy legtovább ez a gyár használta az iparvágányt. Tehát annyira, hogy nem is engedték 2000-ig megszüntetni. Hát azt nem tudom, elmondtam még a történetében, hogy a MÁV az már 1990. december 31-ével azt mondta, hogy akkor megszüntetjük, meg üzemen kívül helyezzük az iparvágányt, mert annyira rossz állapotban volt, hogy nem vállalták, viszont a
a betonelemgyár az ragaszkodott hozzá, hogy neki a vasút kell, és továbbra is hordoztatott rajta. És még 1998-ban is több odat ott küldtek a papíron már szület előforgalmú vágányon. És végül 2000-ben állt le hordozás, szerintem a gyárral együtt lett vége. De ezt pontosan nem tudom. Viszont az első nagyobb bontások csak 2003-ban voltak, mikor gyakorlatilag az összes közterületen lévő vágányokat felszedték. Akkor szedték fel ott a Kobaszigátnál és ott a hengermalom előtt is azt a rendezőt. És itt is van még valami. Ez is egy sínszál. Igen, akkor ez érdekes lesz, hogy... Igen, és szerintem ott is ez... Az is egy rakodó lehetett, tehát szerintem ez ilyen betonelemeket gyártottak itt, és ez még abból a készletből van. Ja. És ott kezdődik majd újra a kis vasút. Itt lehettek a rakodók, tehát itt felpakolták egymás mellé ezeket a kész betonelemgyárakat, és akkor ide beállt valahogy a vonat, és innen vitték el. Gondolom, hogy valami ilyesmi lehetett, tehát gondolom, hogy ez a gyár bezárása előtti korszakban maradhattak ezek itt. Főleg az a nagy betoncső. Tehát amikor megszűnt a gyár, ezeket gyártották le utoljára. De itt biztos, hogy ment egy vágány. Tehát akkor szerintem a másik vágány az itt ment, és akkor az is egy rakodó lehetett. Igen. Csak ugye volt itt, szerintem akkor itt lehetett az átrakó, ahol a nagy vasútól lehetett a kis vasútra is viszont átpakolgatni. Igen. Tehát, hogy gyáron belül talán kis vasúttal, csillékkel, vagy akármilyen hoztattak ide cuccot, bármit, amit aztán itt átrakoltattak nagy vasútra. Meg esetleg, amiket ide kipakoltak, ilyen betonelemeket, meg a sokra, azokat meg itt tudták felrakni. Szerintem. Itt jött valahol a vágány egyenesen. Jó, itt most rajta állok az egyik sínszálon, dögött a vágányon. És akkor mi lehet, itt is tovább megy egyébként. Igen, ott majd ennek a végén is még lesz ilyen. És valószínűleg ez is egy rakodó, tehát ezek már a betonelemgyárnak a termékei voltak, ezek a nagy betongerendák. Szerintem nem azon, szerintem ilyen hidaknál, meg életnél használják ezeket a gerendákat így. Ezeket teszik rá, te felüljárókra, meg hidakra. Gondolom, hogy ez vagy úgy készületett. És itt ez a lebetonozott rész is biztos egy rakodó volt. Akkor igen. És egyébként jó élmeglátás, ez tényleg egy kis vasút volt. Viszont így, hogy a másik oldalt, nem volt a kis vasút is innen, hogy csak nagy vasút volt. Tehát akkor ez biztos, hogy valami üzemen belüli szállításra való. És egyébként úgy tudom, hogy a betonelemgyárnak volt egy saját mozdonya is, amivel a szállítást végezték. És akkor ott, ahol azt a kisvasútban a maradványt láttuk ott a betontömbbe, akkor ez még tovább ment bizony. Tehát ez akár teljesen kijebb is mehetett. Egyébként volt még egy ilyen kisvasút, nagyvasút keresztezés a Kopaszigátnál is, ott ahol most egy híd van, ott előtte valahol. Annak már semmi nyoma nincsen. Térképen még lehet látni, meg lehet, nagyon régi képeket láttam róla, de annak már nyilván is ennyi, ott már akkora területrendezés volt, tehát mondjuk azt megjegyzem, hogy rá is fért a területre, hogy abból a rozsdai vezetből, amit nem használtak, csináltak valami kultúráltan kinéző valamit. Ott a kisvasút. Igen, és ott a nagy ilyen csomópont, ahol sok elágazás van. Akkor az járom be, hogy kisvasút lesz, azt majd akkor megnézzük, mindjárt elmegyünk arra. Itt errefele még lehet, hogy szét kéne nézni, hogy van itt még valami. Igen, és itt lesz a nagyvasúti vágánynak itt a vége. Jó, hogy akkor még... Jó, hogy itt is találtál akkor, amikor... Igen, és innen tovább. Ja, meg... itt van, igen. Ja, hát itt ebben a maskaköves útban itt van. Igen, tehát akkor a nagyvasút az itt ment tovább, akkor az így jó. Hát akkor a helyzet akkor az lehet, hogy ott a nagyvasútot megtaláltunk, akkor itt jött tovább, és itt volt ez a rakodó. Hát akkor ezeket később pakolták ide, valószínűleg akkor a rakodó az itt volt mellette, és akkor itt lehetett kisvasúton, nagyvasútra is átpakolni. Csak ezek valószínűleg ma akkor kerültek ide, amikor a vasutat már vagy át, vagy lehet, hogy a gyárat is felszámolták, már aztán félretették ide, hogy ne legyen útba. Hát viszont az a leaszfaltozott rész is rakodó, tehát akkor megint nem tudom. Azt nézem, hogy azért... Hát nem kis hálózat volt itt, bár még a gyár se volt kicsi. Az is biztos. És itt ráadásul ez itt el is kanyarodik, tehát akkor itt azért körbe menő valami volt. És igen, és ott a kis vasút még egész sokáig megvan. És ott, ameddig ugye látjuk itt az útnak a végén is még ott van. Egyenesen jön, tehát itt valószínűleg itt lehettek valami, nem tudom, ilyen
különböző részlegek, vagy üzemegységi csarnok, és akkor ott a gyáron belüli szállítást oldották meg így. Még az is lehet, hogy nem is volt külön mozdony, csak ilyen kézzel tologató csillékkel vittek rajta dolgokat. Ez érdekes lenne egy pár képet megnézni itt még életébe a gyáron. És ott meg egy elágazás is van. Meg hát nyilván majd a fentről pont tudnál, itt alaposan körbe kell nézni, hogy mi az, amit itt még lehet látni. Mert jó esetben a fentről pont túl vannak légifotók, még ilyen 60-as, 70-es évekből, amikor még működött a gyár. És ezt ne. Na ez viszont a... Tehát itt egy váltó is van, tehát... Itt elágazás. Hát mondjuk ez a tipikus, hát úgy tetszik, hát vagy... Az állító művét nem látom sehol. De itt van helye a váltó. Ez az. És lehetett. Lehet, hogy igazad van, hogy itt volt valahol a váltó, és... Aha, lehet. Ja. Lehet, hogy valahol itt volt. Az érdekes, hogy akkor itt ez a... Itt tovább megy még a vágány. A másik viszont ott eltűnik a gazba. És eddig megvannak ezek a nagyon vékony sinek. Ez ilyen 7 vagy 9 kilós, és innen viszont már ezek a nagyobbak. És itt egész sokáig megvan a kisvasút. És még ott mellette is megvan. Ha jól látom. Ott látok egy ember. Hol? Hát itt a kisvasútnak a másik ága. Így itt volt egy váltó, és itt ketté ágazott, és itt volt a... A másik viszont továbbra is látszik. És szerintem ott a kőlök, ott a köveknél van vége. Hát ennek a felszedésével szerintem nem foglalkoztak, mert... Meg ráadásul bele van itt nyomva a betonba, tehát ezt így lebetonozták itt a két sínszál között, tehát szerintem nem volt egyszerű felszedni. Meg a kisvasúti sinekkel már nem tudtak mit kezdeni, azt már az nem volt érték ahhoz, hogy foglalkozzanak vele. Úgy gondolták, hogy jól van az úgy ott, ahol van. Annyi látszik itt a két kisvasútnál, hogy ez egy kitérő vágány lehetett, mert itt ismét egyesül a kettő, eddig így egymás mellett mentek, tehát szerintem ez, mondom, ez egy kitérő, vagy hát így félre lehetett rakni dolgokat, azért volt itt. És innen viszont egyesül a kettő, és megy tovább. Csak itt már nehezebben lehet követni. De itt van. Még itt a gazba látszik. Ja. Ott még látszik a sínszál. És még ott is, ott egyenesen megy tovább. Akkor, ott. Akkor nem is kanyarodik le. Tehát... De akkor ott később lehet, hogy volt egy ütközőbak, mert megy egyenesen ott tovább. Valahol biztos, hogy volt. Tehát előbb-utóbb vége kelleti legyen. Szóval megmutatjuk, hogy eddig sikerült bejönni. És mindig tart a kisvasút. Szóval itt már folytonyossági hiányokat lehet felfedezni. Az egyik sínszál itt hiányzik. De csak eddig, itt már megvan. És itt ment tovább. Valameddig, tehát... Valószínűleg valahol itt lehetett a vége. Itt viszont már valami tereprendezést csináltak, tehát ami itt volt esetleg maradvány, azt már biztos, hogy kiszedték. De most egyértelműen innen nem lehet megalapítani, hogy merre jött a kisvasút. Viszont itt, hogyha errefele jött, akkor itt látunk kéne egy sínnyomokat, de lehet, hogy itt hát lehet, hogy itt valahogy bejött ide a ég, itt a széléig, és akkor itt ment tovább, de annak is kéne, hogy valami nyoma legyen. És az első, ezek ilyen karók, tehát itt parcelláztak is kiföldet. Tehát valószínűleg nem is egybeadták el, tehát... Azt tartom valószínűleg, hogy ide építenek, vagy építeni akartak valamit. Tehát szerintem nem az egész területet vette meg valaki, hanem csak ezt a részét. Aztán vagy még csak mostanában kezdte el, azt nem hiszem, akkor dolgoznának itt még mindig, hanem... Vagy lehet, hogy csak valamire megvolt a terv, hogy valamit ide építsen, plázát, vagy boltot, vagy akár valamit, bármit. És eddig jutottak, hogy valamennyire kiásták az alapot. Utána meggondolták magukat, vagy becsődültek, vagy ilyesmi, és akkor nem épült tovább. Ezt el tudom képzelni. Hát vagy lehet, hogy itt valamit mentesíteni kellett. Nem tudom, hogy szennyezőanyag volt itt, vagy bármi itt, mégiscsak egy gyár volt, bármi lehetett itt. Na igen, itt a másik érdekesség, hogy egy darab sínszál van csak, tehát itt valószínűleg egy iparvágány lehetett, csak már hiányzik a fele. Mert itt egy sínszál legvan, és ez nagy vasút,
De mellettünk viszont itt van egy kis vasút is. Tehát szerintem itt is valami átlakó lehetett. Hát aztán itt belefutunk majd mindjárt megint az építési területbe, úgyhogy innestől kezdve már másimokat nem találunk. Közben viszont mindjárt megtelik a kamerám, úgyhogy le kell törölni egy pár régi felvételt. Így már jó. Igen, és ráadásul nem is egy, hanem két sínszál is van. Kapcsolószerekkel, mindennel együtt. Biztos, hogy itt ment egyébként a vasút, mert ez itt egy azért kisvasúti talpfák. És ez pedig itt egy nagyvasúti betonaj. Tehát itt valószínűleg itt szedegettek föl vágányokat, mert tudod, ez egy betonalj, és ezek meg itt a... Tehát biztos, hogy itt jött tovább a kis vasút, és ugyan rá volt betonozva a tamot is, de ezek a talfáj. És itt még tovább is jött, még ott is van egy talfa, ami a kis vasúthoz tartozott. Sőt, én még szerintem, hogyha tovább mennénk, akkor is találnánk ilyen dolgokat. Hát, ezek itt szerintem berakodásra vártak. Betonelemgyár, tehát valószínűleg ez már késztermék volt, vagy majdnem késztermék. Még itt elemelte, tehát itt valamiért jobban felszették, viszont ott is van egy két sínszál. Meg ott is. A maradványai, ott is van, igen. Azok meg talfák. Tehát ezeket így kiforgatták a földből, itt meg itt felverték itt a betont is. Mondom, hogy itt valamit csinálhattak. Vagy volt ezzel valami terv, aztán végül nem lett belőle semmi, vagy csak eddig jutottak, hogy tereprendezés. Igen, valószínűleg egyébként itt még mentek tovább a vágányok, de itt már azért megvan a rendezés. Tehát olyan tereprendezés, hogy felszedtek mindent, meg láttuk, hogy betonaljakat is szedtek ki, úgyhogy innen már biztos nem találunk semmit. Viszont itt erre még talán. Igen, itt van egy. Pá. Mi az? Hát nem tudom, hogy hívják. Igen, akkor ez lehet, hogy itt is ment egy iparvágány valahol. És annak az egyik maradványa. Hát a lerögzítés lehet, de... fel tudom képzelni, de nem biztos, hát bármi más is lehet. Van még a háttérben egy ilyen kék térvilágító oszlop is, de szerintem térvilágítás már azon sincs. Egyébként valószínűleg itt volt a sínszál rögzítve. Innen már jól látszik. Megvan. Itt egy üveg. Összesen még mindig egy kisvasútnál vagyunk, csak közben visszatértünk ide, és a kisvasút az még ott folytatódik a gazban. És itt volt a váltója szerintem. Nézzük, hogy a váltó az meg itt volt. Ja. És akkor igen, itt a... valamennyien látszik ott az elszáradt fűfoltoknál, hogy hol jött a vágány. A másik oldalt is megmutassam, itt három fele is. Hát illetve nem három fele ágazik, mert itt elágazik egy fele, meg innen kimegy még egy. Ami szerintem ott egy ilyen összekötő vágány lehet, de majd ezt is megnézzük, mert itt valameddig még be tudunk menni. Mert már itt több nyomot találtam az Andol utcai vontató vágányokból, mint bárhol máshol egyébként. És igen. Igen, jó szemed van szerintem, tényleg itt volt a váltó. Legalábbis ez nagyon gyanús. Ez itt pont elférne. Igen. És itt van az a sín is. Aha. Milyen sín van itt? Ja, ez a másik kis vasúti. Igen. Tehát itt még tovább megy a... Itt két vágány, és akkor itt kiágazik itt még egy. Na, hát jó, hogy ezt megtaláltuk, ezeket a nyomokat. De ezek ki tudja, meddig lesztek még itt. És itt van. Valamennyi kisvasút is én itt még megvan, tehát látszik, hogy ez jött itt tovább a kisvasút. Kérdés, hogy meddig. Valahogy a vágányzáró bakot az sehol nem sikerült megtalálni. De itt sétálok most a régi kisvasút mellett. Vigyázz, van itt egy nagyobb vasdarab. Igen, de hát itt a másik vágány az még valószínűleg itt még megy tovább itt a gazba.
És itt az ehhez alakodóhoz jött. Ez egy hatalmas alakodó, és szerintem ide valamelyik nagy vasút is bejött. És itt látszik annak a vágánynak a nyoma, ami ott eltűnt a gazba. Hát akkor ez hudakvágány volt, úgy tűnik. Eddig megvan, ott van az egyik sínszála. Végig megvan, és akkor itt tovább. Mondom, hát akkor ez itt megfordult, ez egy költpálya volt. Akkor végül is a BV1-gyárat sikerült bejárni az Inverter-gyárat, és hát köszönjük ifjú kollégának, köszönjük a segítséget, nagyon sokat segített ezzel, hogy ugye korábban már te már voltál itt, és akkor megtaláltál egy-két dolgot. Az, és még emlékeztés rá, az nagyon helyes volt, emlékeztés rá, hogy hol vannak ezek. Úgyhogy végig is rengeteg kisvasúti helyet talált, sőt, megtaláltak még azt a sínt is, amit szintén nem mondott, hogy ott még vannak simulat, nagyon nem vettem volna észre. Külön epizód lesz, mert itt a gyártelepen, meg itt a mögöttünk lévő másikon sokkal több emléke volt az Andor utcai vágánynak, mint eddig bárhol máshol, ahol megfordultam. Ugye közterületeken gyorsan felszeregették a vágányokat, de itt ezen a telepen annyira nem siettek vele, szerencsére, úgyhogy mi meg tudtunk alakítani többet is. Úgyhogy akkor köszönjük a segítséget, és akkor többé, sziasztok! Sziasztok!